Sziasztok, sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek! Na, Teletubbies TV, kaptam egy Middó sütőt, hullámú sütőt, nagyon szépen köszönöm neki! Hát nagyon szívesen, Gézám, örülök, hogy itt lehetek nálad! Köszönöm, szervusztok, sziasztok! Gézát megvettem a mai nap egy új mikrohullámú sütővel, a Teletubbies étel után jó voltából. Ugyanis hát tudhatjátok, hogy a Géza az update ételeket fogyassza, ugyebár most már közel 2 hónapja, igaz Géza? Igen. Keto menüket fogyassza, és minden esetre a keto menüket, a teletávas ételeket, az update-es ételeket mindenféleképpen mikrózni kell. És én felhívtam múlt hét pénteken Gézát, igaz? Igen. Mondtam, hogy Gézám, egyszer találkoztunk az első nap, mikor legelőször voltunk itt a Norbival, meg a Borsnak az újságíróival, és akkor én arra gondoltam, hogy eltelt közel 2 hónap, hogy meglátogatlak téged, mi a változás, mik a tapasztalataid, miben változtál-e önmagadhoz képest, de nagyon sok mindenben, ezt én is hozzá kell, hogy tegyem. És hát a ajándék mikrót pedig úgy gondoltam, hogy abszolút jól jöhet, mivel tudom, egy kicsit szegény körülmények között éltek, nehezen éltek, kevés pénzt osztottok be, így van. És gondoltam, hogy egy ajándék mikrót róla. Na, figyelj, én ezt elvesztem tőled, de amúgy hogy tetszik? Nagyon komoly. Ilyen kis króm kiítós, teljesen vadonatúj az egész. Megvan egy kis marketinges matricákkal, rendelj rendes ételt, ez a mi mottónk, ugyanakkor a Teletál matricája is rajta van, és igazi kis retro digitális kijelzése, olvaszt is, és mindent lehet rajta, a hőmérsékletet is állítani. Jó? Szóval az előző az hány éves volt már? A 20. 20 éves? Azt a vegyárját! Hát, jó, csajsziből is. Nem, hogy mikro volt. Na figyelj! Oké, hát akkor itt a régi, és most már itt az új is. Az most már majd, ha anyukád hazajön, akkor lecserélitek, beüzemelitek, és majd nyomsz nekem egy jó fényképet, amikor megmelegíted az update-ételedet benne, jó? Aki videót csinálok. Tényleg? Na, legyen videó. Na, közben látom, hogy nagyon sokan benne vagyunk. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. És amúgy, hogy vagy, mesélj egy picit. Volt egy hét szünetünk a múlt héten. Sikerült valahogy hát, mit is mondjak erre? Átvészelni? Sikerül. Nagy háború volt ez. Olyan szempontból, hogy nem a megszokott adagok igen. Jöttek. Igen, ma hiányoztuk a szám ízével az abrikaiakkal. Hoppáré. Na, és hogy ízlenek? Nagyon. Ma a szám is hozzámoszunk. Tényleg? Na, hát ez nagyon jó. Figyelj ide, egy kérdésem volna, hogy van esetleg kedvence sütibe, vagy főételbe, bármibe? Az a... Van a süteményben melyik a cappuccino szelet. Cappuccino szelet, igen. Meg az a, nem tudom milyen tészta, az a tejfölés. A carbonara. A sonkás tejszínes. Az az. Update tésztában. Igen. Jó. Rendben van, figyelj, hát jó ízlésed van, ezt nem mondom. De jó vágású srác vagy te. Figyelj, pippad még pár kilót ledobsz, azért sorba fognak állni a csajok. Nem viccelek. Na figyelj, és mesélj egy picit magadról most a viccet félretéve. Hogy van, hogy szolgál az egészséged? Hogy vagy? Hát akkor még volt a Nobi, a kiosztott orvosokat, hála jósére, nem volt semmi bajom. Úgyhogy egy enyhén, egy szívelektérségem adott, semmi bajom. A lábos... Koleszterin, cukor? A koleszterin már a cukor a tökéletes. Na. Egy kicsit a vérnyomás van. Jó, de hát egy ilyen adott súlyban ez a vérnyomás dolog, ez úgymond... Hát persze, igen, megszokott. Megszokott, igen. Jó, figyelj már, most már mennyire tartasz? Hány kilónál? 22 kiló eddig. 22 kiló. Fú, mi a jó szét adott. Wow, gratulálok. Köszönöm. Gratulálok. Mi a terved a jövőre? Mennyit szeretnél lefogyni amúgy? Mi lenne a szerinted az ideális? Úgy beszéltük a Nobiból, a 80 kiló, vagy a 100 kiló. 100 kiló. Az durva lenne. Igen. Az durva. Na figyelj, és... Lassan 18 leszel, ha igen, jól tudom. Igen, első 8-a. Hoppá! Vannak tervek? 18. éves születésnapodra valamit megfogadtál saját magadnak, hogy addig nem tudom mit szeretnél elérni? Megfogadtam most, hogy 278, egy héttel annyi voltam, lehet, hogy már lejjebb mentem, megfogadtam, hogy még
A jövőig, első 8-án, első 8-áig? Igen. Na két taskó, na alá lemegyek. Oh. Hú, hát dukkoljunk, Gézának, én kívánom neked, hogy sikerüljön, és tényleg tudod, mi a legfontosabb. Be kell tartani az ételek fogyasztását, és ha már a fizikumon is majd engedik, de majd ehhez vannak profi szakértők, akár a Norbi, tudod, egy picit rásétálsz, minél könnyebben fog menni. Mert azért te egy nagyon nagy súlyból veszíted most el a felesleges kilókat, és neked, emlékszem, amikor legelőször voltam a Gézánál, kétszer felállt a kanapéról, és úgy szuszogott, mint hogyha lefutott volna egy fél maraton. Szóval higgyétek el, hogy ez akármennyire is viccesnek tűnik, nem vicces. Szóval Géza se szeretett volna ekkora lenni, lehet, hogy van benne egy kis figyelmetlenség is, ez az amaz, de most azonban 110%-osan, hogy a saját egészségét megjavítsa, így van? És én nagyon-nagyon drukkolom neked, és szorítok, és remélem, hogy a teletán által lefőzött update-es ételek hozzájárulnak a te lefogyásodhoz, illetve Robert Norbertnek a szakmai tapasztalata, igen, és az a stáb, aki mögötte van, segíteni fog neked. Igen, igen. Azonnak is innen megköszönöm. Hát tényleg jó fejek, és tényleg le a kalappal, és példaértékű, amit a Norbék is tesznek érted. Jó? Igen, igen. Főleg megköszönöm még egyszer a Tibinek, a teletán Tibinek a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy ez a jó Isten. Hát én is nagyon szépen köszönöm, de nem csak az én érdemem, mert vannak nekünk is a cégünk. Ezt elfelejtett, ti mutatni. Ja, hát te mutassad, te kaptad. Hát te kaptad. Géza kapott tőlem egy teletátibis bögrét, és most már ebből tudja a frissítő, cukormentes üdítőket iszogatni, szöcsögetni, és hát nagyon tetszik. Nagyon jó. És Géza amellett, amikor megjöttem, meglátta a pólómat, és azt mondta, hogy wow, ez nekem nagyon tetszik. Meg egy kulcstartó, egy kis nyakpánttal, bármit későbbi ebben rá fogsz tudni akasztani. És kívánom azt neked, hogy te is egy picit, és akkor amikor éppen csavarogsz meg a barátokkal, a cimborákkal, felakasztod a lakáskulcsot, és eszedbe itt volt egyszer az a teletátibű fiú, igen, amikor még nagy pufi volt, és lefogytam, és megyek a srácokat csavarogni. Na jó anya, majd jövök este. Erről van szó? Jó, van, legyen így. Én azt kívánom neked tényleg, hogy erőben, egészségben, és éld meg a hátralévő életet, mert előtted áll még bőven. Köszönöm szépen. Oké? Okay? És legyen nagyon sok momentum az életedben, sok boldog pillanat. Jó? Köszönöm szépen. Vigyázzatok magatokra, én teletátibű voltam, és én átengem a szót Gézának. Sziasztok! Bocsánat, ha kicsit furcsa, mert nem furcsa beszél. Köszönöm mindent, hogy itt voltam, sokan mellettem ezen az oldalon. Ez a dolgon az értelmet lehet követni, és fog változni még az életem két éven belül. Biztosan két éven belül megváltozik. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Nézzetek a Teletán TV oldalára is. És azt azért elmondom, hogy remélem, hogy Gézának az életét követitek napról napra, hónapról hónapra, és reméljük a végén egy példaértékű életet tudtok majd visszatekinteni. És ha valaki hasonló cipőbe jár, lehet, hogy nem 300 kilóra, lehet, hogy csak valaki 150 kilóról szeretne lefogyni 100 kilóra. De a kitartás és a fegyelmezettség, amit majd a Gézának az erejéből reméljük, hogy példaértékkel le fog fogyni, akkor a sokaknak lehet olyan pozitív példa, amit sokan nem tudnak csinálni. Mert feladják, bűnöznek, vagy bármi ilyesmi. De Géza beleállt ebbe a dologba, és 17 évesen, kamasz fejjel, céltudatosan csinálni valamit, azért tudjuk, hogy az elég nehéz. Én csak ennyit akartam már mondani, többet nem. Köszönöm szépen, hogy nézzetek, szép napot, további szép napot, puszolom mindenkit, áldjon mindenki a jó Isten. Sziasztok! Sziasztok!